A kormányzat időről időre konzultációt folytat, nem csak országos kérdésekben, hanem szakmai ügyekben is. Ez mindig olyankor történik, amikor egy nagyobb reform bevezetését készítik elő. Így van ez a szociális területen is, ahol 2010 óta ez a harmadik alkalom, hogy a kormány konzultációt tart az ágazatot érintő kérdésben. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkársága az ország 7 helyszínén tart ezúttal fórumot, köztük Nyíregyházán is. Ez eddig is működik az ágazatunkban, de ez látható, hogy a 21. századba kell most már belépnünk, és ennek azért meg kell feleltetni nem csak a tudásokat, hanem a tudás átadásának is a rendszerét. Éppen ezért jellemzően munkakörökhöz, illetve tevékenységekhez jobban szabott és rövidebb, de időnként megújított képzések rendszerét szeretnénk felállítani. A találkozókon a szociális továbbképzési rendszerben július 1-től életbe lépő változásokról is információkat kaphatnak a résztvevők. Szintén egy alapozó képzés után 2 évente egy megújító képzéssel tudják a vezetői jártasságaikat, készségeiket elmélyíteni, mert szeretnénk gyakorlati központúvá tenni a képzést, illetve kaphatnak választ és segítséget azokra az ügyekre és kérdésekre, amiket úgy szoktak fogalmazni a kollégák, hogy az elmagányosodott vezetők egy-egy intézményben vagy egy-egy szolgálat élén nagyon nehezen tudnak jelenleg megkapni. Az átalakítás révén új elemként alap- és mesterszinten elindul a vezetőképzés is a Budapesti Semmelweis Egyetemen. Ez mintegy 4000 szociális területen dolgozó személyt érint. A Nyíregyházi Fórumon a hajléktalan ellátás aktuális kérdéseit is megvitatták a résztvevők. Ezen a területen az látható, hogy mind a hajléktalan szállók, mind a nappali ellátó intézmények kellő kapacitással rendelkeznek, mondta el Nyitra Imre, aki hozzátette. Jelenleg a legnagyobb problémát a kizárólag az utcákon élő és éjszakázó személyek elérése jelenti. Ezt uniós programokkal és lakhatást elősegítő fejlesztésekkel oldanák meg, emelte ki a helyettes államtitkár.